A legtöbb probléma abból szokott adódni, hogy a kutya barátságtalan az idegenekkel. És ebből komoly jogi problémák lehetnek. Ugye egyszerű, mondok, megharapja a kutya a látogatókat, vendégeket, postás, stb. Ehhez képest szerintem kisebb probléma az, hogy a kutya barátságos az idegenekkel. Persze természetesen nagyon sokan joggal házőrzőnek tartják a kutyát, és erre rengeteg adat van, hogy a betörő vagy betörési szándékkal jövő ember számára egy mérgesen ugató kutya sokkal jobb bármilyen riasztónál. Tehát a betörők nem szeretik az olyan házakat, ahol mérges kutyák vannak. De tessék arra gondolni, hogy nem a kutya feladata az, hogy egy betörőt ártalmatlanná tegyen. Megint csak ennek súlyos jogi következményei vannak, hogyha mondjuk akár a betörőt a kutyánk megtámadja, összeharabdálja, megmarcangolja. Utána ennek egy nagyon súlyos, hosszú jogi hercehurca a következménye, és nem feltétlenül a gazda és a kutyája jön ki belőle jól. Tehát én azt mondom, hogy a kutya maradjon meg annál a szintnél, hogy megugatja az esetlegesen bejövő embereket, de semmiképpen se hergeljük a kutyát mondjuk arra, hogy megharapjon valakit, aki mondjuk egy beépített ismerősünk, és ezzel próbáljuk felhergelni a kutyát, hogy most te eljátszod a betörőt, és a kutya meg jól megharap téged. Ennek súlyos következményei vannak. Én jobban örülök a barátságos kutyák történeteinek, mint annak, aki betörőket faldos.